A szabadó becséért vívott harcban 1942. január 20-án 11 polgártársunk vesztette életét. A halálfalánál a Népfelszabadító Háború Harcos Szövetsége, a helyi önkormányzat, a Nyugdíjasok Községi Egyesülete, az Önálló Szakszervezetek Községi Szövetsége, valamint a Szerb Szocialista Párt Óbecsei Szervezetének képviselői rótták le tiszteletüket az áldozatok emléke előtt. A tragikusan mártír halált halt hazafiak emlékére állított emlékművet Óbecse község támogatásával jelenleg restaurálják és rendezik. Ez még nincs befejezve, mert az időjárás sem kedvez, és a betűk, amelyeket külföldről szereztünk be, még nem érkeztek meg, viszont ha befejeződik a rekonstrukció, ez egy nagyon szép rendezett emlékhely lesz. Rendkívül fontos ennek a fenntartása, mert mi azt tervezzük, hogy az iskolásokat a történelem tanáraikkal együtt idehozzuk és beszélgetünk velük, hogy elmeséljük nekik, hogy az itt kivégzettek az ő korosztályukhoz tartozó fiatal emberek voltak. Az ő bátor tetteikről is szeretnénk beszélni, hogy ezek a gyerekek büszkék lehessenek az egykori nemzedékre, akik feláldozták életüket azért, hogy ők ma békében élhessenek és tanulhassanak. Emlékezzünk vissza, hogy a szabadságharcosok első csoportja 1941. november 11-én vesztette életét, amikor 12 polgártársunk halt meg, majd a második lövöldözésben 1942. január 20-án további 11 embert végeztek ki. Aznap lelőtték Márko Gáricsot, Milorád Zsivkov Popovot, Nagy Istvánt, Mihajlo Sztoicsot, Recsó Jánost, Milorád Ruszt, Szlávko Szimint, Szever Sztefanovicsot, Jován Crvenit, Svetozár Csalenicset és Milán Csiplicset. Nagyon fontos számunkra, hogy ápoljuk ezt a hagyományt és az emlékezés kultúráját, és ami a legfontosabb, hogy attól függetlenül, hogy milyen nemzetiségűek voltak, itt éltek és együtt harcoltak. Szerintem nagyon fontos ezt sokszor hangsúlyozni a mai fiataloknak, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy van köztük ellentét, de egyszerűen elengedhetetlenül szükséges beszélni erről. Pénteken, január 27-én délelőtt 11 órakor a Tisza melletti emlékműnél megemlékezést tartanak azokról az áldozatokról, akik a délbácskai körzetben a nagy razzia során kerültek jég alá.